Lipcsei kapcsolja le az újpestiek támadását. Alberté a labda, Pálig indul már, egyelőre még Albert, még mindig Albert, és nincs 11-es, nincs. 17. perc, Eszenyi végzi el a pardobást, egyelőre nincs szabad ember, most kapja Weber a labdát, ezt el is lőhetné lassan, inkább tovább teszi. Gólhelyzet, gól is! Méghozzá Szlezák a gólszerző. Egészen váratlanul egy ellentámadást végén Szlezák kapta meg a labdát. Nem állt előtte senki, ellőtte, és így vezet az Újpest. A 24. perc, Fodor lövi a szögletet. Egy fejes, gól! A gólszerző Balogh Gábor. Remekül csavarodik középre a labda. Balogh kibújik a védők közül, és egyből a hosszú sarokba fejel. 1-1. A 27. perc, Fodor és Balogh Gábor a labda mögött. Fodor fut neki, ellövi, gól! Mesteri találat! Egyből elcsavarta Fodor a sorfal fölött a labdát, be a hosszú sarokba, 2-1 a Ferencváros javára. Albert néz fel és vezeti a labdát, Pálingot hozná a játékba, Albert a labdával, 11-es. Nem. Csak szabadrúgás. Hát mit látott vajon nagy játékvezető? Így egyből beközépre jön, Balogh megerőzik, és egyenlít az Újpest. Lovász a gólszerző, jól csavarodik középre a labda. Balogh kilép ugyan a kapujából, de már nem tudja elérni a labdát, és Lovász csúsztatta meg fejjel, 2-2. A 25. perc, Fodor, a rövid oldalra, nagy zavar, öngól! Milisics testén irányt változtat a labda, és ez becsapja Brockhausert.